Jó íramú találkozón csapott össze a listavezető és a sereghajtó. Ősszel a Paks Szentlőrincen nyerni tudott, így a tabellán elfoglalt helyük ellenére nagy csata volt várható. A találkozón Báló Tamás és Nagy Rihárd játszott vissza az NB1-es keretből. Az első félidő gól nélküli játéka után a második részre felpörögtek az események. Az 50. percben Berdó révén előnyhöz jutott a Paks, de pár percre rá egyenlítettek a vendégek. Majd a 67. percben Nagy Ricsi által ismét vezettek a hazaiak, akik mindössze negyed órán át örülhettek, mert ismét jött az egyenlítő találata túloldalról. A végeredmény 2-2 lett. Az egy pontra nem vagyok elégedett, kétszer vezettünk, úgy érzem, hogy szóval benne volt a mérkőzésben az, hogy meg tudjuk nyerni. Sajnos ez nem sikerült, két fejes gólt tudtunk kapni, mind a kettőnél megvoltunk, az egyik pontrugásnál volt, a másik egy beívelés, amikor tudtuk, hogy azt csinálják már a végén. Sajnálom, nem szomorú vagyok, meg feszült, de azt gondolom, hogy azért lehet erőt meríteni ebből a mérkőzésből, mert nagyon sok pozitívum volt benne, és bízom benne, hogy a következő héten már nyerni tudunk. Nyilván az, hogy két gólt tudtunk rúgni az első helyezett csapatnak, ők vezetik a bajnokságot, tőlük vettünk el 4 pontot a szezonban, én bízom benne, hogy ad annyi önbizalmat a srácoknak, hogy ez a továbbiakban látszani fog. Hát volt sajnos, ami valahol pozitívum, valahol negatívum, tehát voltak az olyan 2-1-es szituációink, amit sajnos nem tudtunk a mai nap folyamán lejátszani. Rosszul döntöttünk, megpattant a labda, de az biztos, hogy ahogy akart a csapat és ahogy küzdöttek végig, az pozitív volt. Sajnos most nem sikerült. A feljutásért harcoló Szentlőrinc mindenképpen nyerni szeretett volna a sereghajtó otthonában. Ez a mai napon nem jött össze, egy jól felkészített és megerősített paksi csapattal találtuk magunkat szembe. Én úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született. Mind a két csapat valamilyen szinten kioltotta egymás játékát abba, hogy csak a rögzített helyzetek vagy a kontratámadásokból tudtunk helyzetet teremteni, mi is és ők is. Ez is lett az eredmény, hogy 2-2. Annyi pozitívan volt a mai mérkőzésnek, hogy azt lehetett látni, hogy van tartása a csapatnak, mert kétszer vesztett helyzetből föl tudtunk állni, és ugye egyenlíteni tudtunk, és próbáltunk menni a győzelemért, ami mai napon sajnos nem jött össze. Yeah.